Sziasztok! Legutóbb átvettük a BVR-t, és most megnézzük, hogy milyen fajta módon lehet még célozni. Ugye, ha közvetlen közel, vagy close combat van, dogfight esetleg, akkor nem árt egy pár dologot tudni. Ilyen például, ugye van a navigációs mód a HUD-nak, van a Beyond Visual Range, ez a BVR, amit a múltkor átnéztünk, van a Vertical Scan mód, van a Close Combat Bore mód, és van a Longitudinal Missile Aiming, vagy Flood mód. No, menjünk sorba. Ez ugye BVR, és amint látható, most éppen egyébként AIM 9-eket és két 7-est hoztam. Azért, mert megnézzük azt a módot is, amikor nem a semi-active radar homing módot megnézzük. No, ugye ez most a vertical scan mód, amiben vagyunk. Ezt onnan tudjuk, ez a hármas gomb megnyomásával érhető el, onnan tudjuk, hogy egy kicsit megváltozik a kinézete a dolognak, bármelyik fegyvert válasszuk ki, vagy bármelyik rakétát választjuk ki, mindig lesz egy ilyen függőleges csík, vagy vonal, azimut vonal, majdnem olyan, mint az azimut vonal, ami vagy a közepétől, vagy az aljától. A 120 C-nél például a kör aljától indul fölfelé, a közepéig, itt a 7-esnél ez a közepétől indul fölfelé. Ugye a karika az, ahol a 7-esnek a seekere nagyjából lát, és a vertical scan mód arra jó, hogy gyakorlatilag itt látható is, egy elég nagy szeletét viszonylag, ez a magasság mindig változik attól, hogy merre állunk, elvileg, igen. És ott látható, hogy nagyjából egy olyan 20-an pár ezer lábat szkennel végig, 10 mérföldes távolságban, előttünk mindent. Tehát ez azt jelenti, hogy ő itt az egész területet fogja és keresi a célt. Tehát 10 mérföldes távolságban, 20 ezer, nagyjából 20 ezer lábon különbségben, ahogy éppen le vagy fölfelé megyünk, szkennel, és azonnal rá is lokkol valamire, ha talál valamit. Ez azért különbözik a flood módtól, mert egyrészt ez sokkal, de sokkal nagyobb szögben lát a flood mód, viszont kisebb területen. Tehát ahogy látszik, a flood módnál, próbálok egy picit rázoomolni, a flood módnál ugye ott van közepén az a két kis karika lent, meg a két kis pöcök. Az, ahol ő megpróbál találni bármit is. A flood mód és a vertical scan mód között az a különbség, hogy a flood módnál nem fogunk rálakkolni. Viszont flood módnál, ahogy azt már Ralphy Dude is megmutatta, flood módnál bárki, aki elrepül előttünk, vagy belerepül ebbe a körbe, olyan jelzést fog kapni, minthogyha indítottak volna rá rakétát. Tehát nem is kell lokkolnunk az emberünket ahhoz, hogy ilyet kapjunk. Vagy kapjon ő. Nézzük is meg, onnan tudunk, hogy talált valamit, hogy ez, meg ez a két indítási jelző, ez fog szólni, illetve világítani fog. Keressük meg azt a szép 29-est. Na, itt is van. Én ugye nem látom, semmit nem látok, semmit nem hallok. Nem tudom, hogy hol van. Viszont tudom, hogy ott van benne valahol. Annyi dolgom van, minek utána ugye ez semi-active radar homing, hogy ezt ott tartom, ahol ő fogja. Ahol be van fogva. És el is találta. És mint az is látható volt, hogy a körön egy picit kívül ez a 27-es most,
De ettől függetlenül a Radar Homing az megtalálta. Ő ugyanis az első létező pontra fog koncentrálni, amit talál, az első visszaverődésre fog koncentrálni, és nem fog érdekelni, hogy hol vagy mit talál. Ő csak az érdekli, hogy megy előre a rakéta, és gyakorlatilag ilyenkor úgymond mi vagyunk a radar. Tehát mi vagyunk az, aki ezt a kis karikent oda tartja, és mi mondjuk, mi velünk kommunikál a rakéta, ami repülünk el, hogy folyamatosan tudja, hogy hol jár az ellenfel. Vagy a célunk. Na kérem, ugye most előttünk van ez a 29-es, és 13.000 lábon, és elvileg jön felénk. Ugye... Ez az aim 9 volt. Be tudom ilyenkor most állítani, és meg is találta. Tehát a... Úgy. A lényege a vertical scan módnak az, hogy rögtön be is lokkolja. Tehát ha én most átmennék, és azt mondom, hogy oké, okay, ő is látja, de nem, nincs belokkolva. Viszont ugye kapja automatikusan a jelzést. És megint megtalálta a vertical scan mód. Tehát ugye ide itt az a lényeg ennek, hogy... ne? Lényege ennek az, hogy gyakorlatilag a célpontot ki is jelöli ebben az esetben. Tehát lőelemképzést is tud csinálni róla. Ami mondjuk nincs modellezve az F-15-ben, de mindegy. Szóval tudna róla. Egy kicsit beszéljünk akkor arról a Sparrowról, ami a szárnyam alatt van, és amivel az előbb előttem a repülőt, Flood módban. Flood mód az egyetlen, ahol nem kell, illetve nem látjuk, hogy rajta tartja-e a rakéta az idézőjeles szemét az ellenfelen. Viszont az összes többi módban, tehát BVR, Vertical Scan, stb. Ebben az Aim 7-et, a Sparrow-t, azt bizony rajta kell tartani végig, ugyanis semi-aktív radar homing, ami azt jelenti, hogy addig a pontig, amíg én a repülőmmel, tehát a repülő műszereivel irányítom, megmondom neki, hogy hol van a célpont, addig ő tudja követni. Abban a pillanatban, hogyha elveszti ezt az irányítást tőlem, tehát mondjuk átváltok egy másik rakétára, vagy másik célra váltok, vagy valami, ő megpróbálja lekövetni ezt a váltást, de nem fog menni neki. Valószínűleg, illetve hogyha nagyobb közel vannak egymáshoz a repülők, akkor talán. De a lényeg az, hogy nekem ezt a rakétát, ezt a fajta rakétát, a Sparrow-t, az Aim-7-et, ezt nekem irányítanom kell végig. Ellentétben a 120C-vel vagy a 120B-vel, ami úgymond lőtt ki és felejtsd el, ugye nyilván kilövi az ember, és onnantól kezdve ő neki megvannak az adatok, megvan minden, ami ahhoz kell, hogy elérje a célját. No, nézzük is meg ezt. Tehát ugye... Fox. És szépen megy is rá. És el is találja. Jó. Itt látható, hogy nagy, látható volt az előbb egy nagy darab X. Ja igen, és a vertical scan mód, hogyha elvesztette a célját, akkor visszamegy ugyanúgy scanbe. És a következő célt fogja befogni. Na most ez azért lehet bonyolult, vagy azért lehet nehézkes ezt kezelni így először, mert a barátokat is ugyanúgy befogja. Tehát ő nem tesz különbséget a között, hogy az ellenfél vagy barát, akit befogott, ezért, és mindig az elsőt, amit éppen ő észrevesz, azt megfogja. Ilyenkor érdemes egyébként gyorsan váltani valamire, nem az, ami nem a vertical scan mód mondjuk. És akkor deszelektálja, és újra lehet keresni vele. Na és akkor az utolsó, az a bore mód. Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint a vertical scan, csak annyi különbséggel, hogy a vertical scan akkor jön nagyon jól, hogyha fordulunk mind a ketten. A bore mód meg általában akkor jön jól, hogyha vagy head-on, tehát mint most, vagy követem éppen, megyek utána a másiknak. No, váltsunk át, hups, ezt le is pauzolom egy picit. Átváltok éppen az Aim 9-re,
Ugye a bore mód a 4-es, a vertical scan a 3-as, a BVR 2-es, navigáció 1-es, és a 6-os pedig a flood mód. No, átváltottam az AIM-9-re, és amint látni, egy pici, először is idegesítő hangja van, rohadtul, másodszor is egy pici darab karika jelent meg a kockám fölött, vagy a négyzetem fölött, vagy körül, ami hát így mozog is. Egy pillanat lehalkítom, mert buta hangja van. Ami körbe-körbe rohangál fölötte. Ez a kicsi lock jel, illetve a hang, az, ami az ilyen, na, az IR, tehát a infravörös keresőjét jelzi, ez a pici karika, ami úgy körbe-körbe szaladgál, és keresi az ellenfelet. Na most az AIM-9 az elvileg egy all aspect rakéta, ami azt jelenti, hogy bármelyik irányból kilőhetem rá, ő, ha egyszer befogta, ő arra fog menni, és nem fogja elvileg tudni lerázni a másik. Ez az AIM-9-nél eléggé változó, ugyanis elég egyszerű lerázni, csupán kidobunk egy jó pár ezer flare-t, és lelassítunk, ami nagyon-nagyon fontos, hogyha AIM-9-et indítanak ránk, akkor mindenféleképpen minimumra kell venni a gázt. Azért, mert minél gyorsabban lehűl, minél gyorsabban ki tudjuk hűteni a motorokat, annál valószínűbb, hogy nem minket fog eltalálni a rakéta, hanem a flare-eket, amit dobálunk. No, próbáljuk is ki. Úgy. Paf. És amikor kereső módban van, akkor ilyen hangja van. Az AIM-9 az akkor is ilyen hanggal szórakoztat minket, hogyha éppen belokkolunk valakit radarra. Viszont a radarra nem fogom tudni megguide-olni, úgymond nem fogom tudni a radarral vezetni az AIM-9-et, mert hőkereső fej van benne, nem pedig radar. Nos, ahogy az előbb is említettem, nagy darab X jelenik meg a képernyő alján, ez azt jelenti, hogy túlságosan közel van, vagy olyan szögben áll a repülő, hogy hiába van lockunk rá, akkor sem fogja tudni befogni, vagy eltalálni. Mert túl közel van, túl messze van, illetve nem a túl messze van, az ugye nyilván akkor nem világítanak a felső kis lámpácskák. Viszont egy dologról még nem beszéltünk, ami ez, a GANZ. Ugye normális esetben, ha most éppen nem fogtam volna be, ugye kitöröljük. Öny. Így. Na jó, egy szinten vagyunk nagyjából. Jó. Ha be tudtam fogni, akkor van a GAN-nak egy nagyon jó tulajdonsága, ugye a fedélzeti gépágyúnak, hogy most ő ugyan nem nagyon manőverez, tehát ezért nem nagyon látni, de most talán. Jó. Ugye ott van egy karika, ilyen kis szőrös karika, van egy vastag csík az egyik oldalán, ez a minimum-maximum range-et írja, hogy mennyiről tudunk lőni a célpontunkra, illetve van egy kis középső keresztünk, ez az, ahova nagyjából fog lőni a gépágyú, és abból megy ki egy vonal jobbra fölfelé, és utána fölfelé. A közepe ugye az a pont az, ahol nagyjából lesz a repülő. Ugye oda kell lőnünk, ahol lesz, nem pedig oda, ahol van. Tehát, ha én ezt úgy próbálom meg irányítani, hogy a közepére annak a kis célkeresztnek,
Akkor pont oda fog lőni. És ahogy látszik is, hogy nyúlik meg ez a, ahogy a repülő szalad el. Nyúlik meg, és azt, annak a célkeresztnek a közepét kell a repülőre raknom. És úgy fogom tudni eltalálni. És amikor elvesztettük a célt, akkor csak egy ilyen kis valami látszik. Jó, szerintem az F-15C úgy, ahogy van, nagyjából ennyi. Ha van kérdés, azt a kommentekben nagyon szívesen megválaszolom.